Jo, neviem, Richard, akoru de tudni, melyik az az egy dolog, amiért nem fogsz tudni gyorsan pénzt keresni online. Ha akarod tudni ezt, akkor maradjál velem, mert lehet, hogy fogok tudni segíteni néhány információval téged. És térjünk akkor már is a témára. El kell, hogy mondjam, hogy ez az egy dolog, ez tulajdonképpen lehet úgy is nevezni, hogy egy szokás, és el kell, hogy mondjam, hogy ez válaszol a sikeres embereket a sikertelen emberektől. Egy olyan szokásról lenne szó, ami meghatározza tulajdonképpen, hogy sikeresek leszünk az életben, vagy nem. És akkor lássuk, hogy mi is ez. Tehát itt vagy te, igaz? És neked van egy célod, amit el akarsz érni. Ja, tehát cél. És el kell, hogy mondjam, hogy ahhoz, hogy te elérjed a célodat, és ez a cél lehet az életben akármi, tehát életcél lehet, családban, családi cél, személyes cél, pénzkereseti cél, lehet még egészségügyi, tehát a munkahelyen mit akarsz elérni, mi lenne a célod, vagy üzleti cél, tehát ez akármire érvényes, és ahhoz, hogy te, aki ugye itt vagy, és eljuss áll a célodhoz, a következőt kell tett. Nagyon jól látszik. Tehát te elindulsz, tanulsz, és így jutsz el a célodhoz. Mit kell tanulni? Tehát új dolgokat, új dolgot, új képesség jártassá, új tapasztalatokat kell szerezni, hogy legyen tudásod, egy új készség is lehet ez. És ugye ez angolul a skill, ezt kell tanulni, különböző ilyen képességeket, jártasságokat. Ugye ez a vállalkozásban, online vállalkozásban is ez ugyanezt történik, tehát ezt kell csinálni. Tehát itt vagy te, tanulsz, elindulsz, és így jutsz el a célodig. Persze, nagyon fontos egy pont, ami nélkül, és ez tulajdonképpen az egy dolog, ami meghatározza, hogy vagy sikeres leszel, vagy nem, és pedig ezt le fogom rövidíteni, de az, hogy gyakorlatban ültetés sebessége. Tehát milyen gyorsan ültetett gyakorlatban, tehát ez a sebesség, azt, amit tanulta. És a sikeres emberek azt csinálják, hogy azonnal, ahogy tanultak valami újat, azonnal gyakorlatba ültetik. És ez nagyon fontos. Mert például nézd meg, hogy mi történik. Mondjuk, hogy valaki tanul, megtanul egy új készséget, és mondjuk, hogy egy webináron tanul, egy tréningen tanul egy készséget, vagy lehet egy kurzus, lehet egy szeminárium, tréning, és vár, tehát megtanulja, és vár. Az idő telik, és ugye a halogatás is közbe kerül. No, hát most nem ültetem gyakorlatilag, majd most egy kicsit még ülök rajta, és az idő telik, és az információ is persze kopik, és már nem tudod úgy, hogyha vársz napokat, talán heteket, és akkor az történik, hogy ez elhalványul, kimegy az információ, és nem ültetett, és tulajdonképpen nem is léptél akcióba, ami ez nagyon fontos. Ez volt az első, akkor még van egy olyan is, hogy megint valaki tanul, kurzusból, szemináriumból, tanul egy második képességet, egy jártasságot, és azt mondja, nincs időm gyakorlatba ültetni, megint ugyanaz lesz. Tehát nem teszi meg az akciót.
Mi történik akkor, hogyha valaki, tehát akcióba, tehát gyakorlatba ülteti el, és lehet, hogy nem jó irányba megy el. Tehát eljut ehhez a ponthoz. Látod? Tehát nem a célja fele. Ez mégis jobb, mint hogy itt maradj, és ne csinálj semmit. Még ha rossz irányba is mentél el, miért? Mert itt mondjuk, hogy hibát követtél el, de látod, mégis közelebb vagy a célodhoz, és ki tudod javítani. Tehát valóban nem mindig a tanulásból fogsz jó dolgokat csinálni, hanem fogsz hibákat is elkövetni, de akkor is közelebb kerülsz a célodhoz, és akkor el tudsz jutni hamarabb a célodhoz. Tehát minthogy rajta üljél, halogassad, és ne ültess el gyakorlatba. Tehát ez nagyon fontos, és ne hagyd későbbre a dolgokat, hanem úgy, abban a percben, amikor megtanultál valamit, akkor ültess gyakorlatban, kezdjél el valamit csinálni, még akkor is, hogyha hibázol. Nem számít, mert akkor megint tanulsz ebből. Megint újra tanulsz valamit, megint gyakorlatra ülteted, lehet, hogy megint hibázol, megint kijavítod és mész előre, és így jutsz el a célodhoz. Nagyon fontos, hogy ezt így csináld, ne halogass, mert ez tulajdonképpen a megosztója, ez csinálja a különbséget a sikeres emberek és a sikertelen emberek között. Tehát ez érvényes az online világra is, ez érvényes. Nagyon sokan haboznak, nagyon sokan halogatnak, például, hogy ezt látom a csoportunkban, és látom a környezetben, és azokkal, akikkel dolgozok, például a videóknál. Ugye a videót kell készíteni, szóval ez a leghatásosabb. És halogatnak, és ha tanulnak is valamit, hogy hogy kell csinálni egy részletet, hogy ugye a videóik, nem ültetik gyakorlatba, és akkor nincsen haladás, mert talán ilyen-olyan kifogást találnak, hogy talán nem, kicsit nem jó a videós, akkor nem csinálom meg. Tehát nem, akkor is, ha hibázol, nem jó a videó, akkor is csináld meg, tölts fel, nem számít, vagy esetleg csináljál többet, és majd azokból választ ki a legjobbat, és azt majd tölts fel az internetre. Tehát nagyon fontos, hogy csináljál valamit, és akció, tehát az akció, ugye angolul take action, tehát lépj akcióba, tedd meg a lépéseket, ez nagyon fontos. Ez válassza el a sikeres embereket, a sikertelen emberektől, mivel hogy a sikeres emberek mindig gyakorlatba ültetik, nekik ez a sebesség, a gyakorlatba ültetési sebesség nagyon gyors. Ahogy megtanultak valamit, gyakorlatba is ültetik. És ez, ahogy mondtam, ez a jellemzője, és ennélkül sajnos nem fogsz tudni pénzt keresni gyorsan online, hanem hogyha lassú, tehát lassú lesz ez a folyamat. Remélem, hogy hasznodra volt ez a videó. Remélem, hogy gyakorlatba ülteted azt, amit tanulsz, és minél hamarabb. Ez csak hasznodra lehet. Oké, akkor ebből a videóban erről lett volna szó, hogyha nem ülteted gyakorlatba azt, amit tanultál, akkor sajnos nem fog sikeres lenni online, és nem csak online, tehát ez nagyon fontos. Oké, akkor ebben a videóban ennyi lett volna. Ha akarod tudni, melyik az én első számú ajánlatom arra, hogy hogyan keres pénzt online, akkor a videóm alatt van egy link, ott meg tudod nézni, hogy miről is van szó. Ennyi volt, köszönöm, hogy nézted a videómat, még egyszer ültesd gyakorlatban azt, amit tanultál, akkor találkozunk a következő videókban, minden jót kívánok, és szia!